Hogy érzed magadat? Hát, jól vagyok, köszönöm. A legfontosabb kérdésre egy lényegre törő tömör választ kaptunk Noeltől, ami a hossza ellenére tökéletesen fedi a valóságot. Polonkai Noel az U13-as együttesünkkel vett részt egy nemzetközi tornán Spanyolországban, ahol az első mérkőzésen felsérülést szenvedett. Még Spanyolországban kórházba szállították, de szerencsére nem kellett műteni. Noel már itthon lábadozik, és a legjobb hír, hogy leginkább amiatt szenved, hogy nem a pályán, hanem otthon kell lennie. Unalmas, mert nem sok mindent csinálhatok. Igazából szinte feküdnöm kéne egész nap, de még így is ki tudok menni a kertbe, és ott kicsit azért tudok focizni. Két hét múlva már biciklizhetek, meg úszhatok, meg futhatok is. Aztán majd szerintem járok Krahabra egy pár hetet, és aztán már remélem, hogy vissza mehetek focizni. Hát a legfontosabb az, hogy valahogy őt nyugalomra intsük, mert azért ugye ránézünk, úgy igazából nincsen semmi baja, mert most már nem is fáj a feje, tehát őt azért nehéz leállítani, hogy tényleg ne csináljon semmit, ne akarjon állandóan focizni, de hát ő azért folyamatosan úgy rúgdossa a labdát a lábával, meg ahogy hazaértünk, akkor már egyből a talpa alatt volt a labda. Hát ő is azért úgy elfogadja, hogy sokat kell pihenni, de azért már szokott sakkozni, meg ilyen tejtörőket próbálkozik. Tejtörőkkel foglalkozik, tehát azt mondták is, hogy azért most már lassan el kell kezdeni a tanulást is, hogy azért visszarázódjon, meg hogy lássuk, hogy van-e esetleg valami probléma már ezzel, úgyhogy ilyen enyhébb dolgokat azért lehet már csinálni. Mint például üzenetekre válaszolni, hiszen rengeteg jó kívánság érkezett mind telefonon, mind pedig személyesen, aminek nagyon örült a család. Volt, hogy nem is tudtam egyesével válaszolni, hanem inkább ugye több korosztályban játszik Noel, és akkor így a korosztályos csoportokba írtam inkább, mert egyszerűbb volt oda kiírni, mint hogy egyesével válaszolni, meg ugye akkor alulra kerültek az üzenetek, akkor már elfeledkeztem róla, de tehát nagyon sok érdeklődés jött, mert persze mindenki próbált segíteni, ahol tud, de nagyon sok jó kívánságot kaptunk, meg tényleg Noelnek is írtak, a többiek is ott kint még Spanyolországban megküldték a videókat. Fárasztó volt így ez az egy hét, úgyhogy már jó volt, hogy végre hazaértünk. Egy jó edző mindig ügyel a részletekre, a játékosaira pedig még inkább. Milko Dávid már a kórházban meglátogatta tanítványát, ezúttal pedig házhoz jött, és nem is üres kézzel. Hoztam egy labdát, amit a felnőtt csapat összes tagja aláírt, ugye a Noelnek, illetve azért jöttünk ide, hogy beszélgessünk kicsit vele, megkérdezzük, hogy van a sérülés után. Aztán remélem, hogy minél hamarabb fogom látni az edzéseken is, meg a pályán is, aztán élvezhetjük újra a játékot. Tényleg óriási köszönet mind az MTK-nak, mert az első pillanattól kezdve ugye mindenben segítségére voltak a családnak. Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, mert tényleg ott is mindenki segített a feleségemnek, meg a gyereknek is bármire szükségük volt, és a mentősöknek is, akik ugye szinte egy húzamba lehúzták az utat, mint ki Spanyolországig, ott egy rövid pihenővel azonnal indultak vissza a gyerekkel és a feleségemmel, úgyhogy tényleg maximális köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített ebben nekünk.